Óév búcsúztatás, vitorlás versennyel zárták az évet Balatonlellén. Legek, tűzesetek, mentések adtak munkát a tűzoltóknak 2022-ben is. Csobbanás, újévi fürdőzésre várták a bátrakat Balatonszemesen. Jó estét kívánok, köszöntöm idei első híradónk nézőit. Hagyományosan vitorlás versennyel búcsúztatták az új évet Balatonlellén a vállalkozó kedvű vitorlázók. 22-en vállalták az év utolsó napján, hogy vízre szállnak, és most is, mint a Mikulás regattán, különböző hajóosztályokkal indultak a versenyzők. Komáromi Kriszta tudósított Balatonlelléről. Már egy évtizede annak, hogy a legbátrabb és legrátermettebb hajósok az év utolsó napján is vízre szárnak egy verseny keretében itt a Balatonlellei partoknál. De hogy mi a sikertitka, hogy minden évben nagyon sokan neveznek, hiszen most is, ahogy végignézünk a vízen, legalább 20 hajót látunk. Arról Tóth Balázs ügyvezetőt kérdezem. Jó napot kívánok! Mi a sikertitka? Hát igazából mi 13 éve dolgozunk azért, hogy megmutassuk, hogy a Balaton nem csak egy két hónapos történet, hanem az év minden napján van olyan, amiért érdemes ide ellátogatni. És ahogy most is jól látható, hát én is egy szál pulóverbe állok itt, tehát remek vitorlázó idő van. 12 fok van, nagyon kellemes szél, úgyhogy ennél ideálisabb időjárás nem is tudtunk volna rajzolni a mai napra, a jubileumi 10. szilveszteri regattára. Elegendő ez a szél, hiszen legutóbb, mikor így a vízen beszélgettünk, akkor bizony elég erőteljes szél volt, és akkor is hasítottak a hajók. Ez jóval szélcsendesebb idő, hiszen azért látszik a víztükrön is, hogy éppen hogy csak fodrozódik. Van olyan hajó, aminek a kis szél jó, van olyan hajó, aminek a nagy szél jó. Ez pont egy olyan szél, ahol taktikusan egy nagyon élvezetes versenyt lehet megszervezni, és teljesen kiszámíthatatlan a versenynek a kimenetele. Tehát azért erős szélben meg tudjuk jósolni, hogy mi fog történni. A mai napon nem tudjuk megjósolni, tehát itt bárki elsőként mehet át a célszalagon. Most is nagyon vegyes a mezőny, mint a múltkor volt, kisebb hajóosztályok, nagyobb hajóosztályok, sőt, női hajó, teljes legénység nőkből áll. Az imént kaptunk egy hírt, hogy az egyik hajón műszaki probléma van, és segítségre szorulnak. Mire odaértünk, megoldották a műszaki problémát, hát ez volt a női hajó, tehát egy csupán nőkből álló hajón nagyon profin megoldották azt a technikai problémát, amivel szembesültek, és ők is most már készülnek a rajtra. Úgyhogy tényleg vegyes méretben is, összetételben is vannak amatőrök, vannak profik, vannak fiatalok, vannak idősek, ez ennek a szépsége. Mennyi idő alatt teljesíthető ez a táv, ami ki van ma jelölve ebben a szél viszonyban? Én azt gondolom, hogy ez nagyjából egy ilyen két-két és fél órás verseny lesz ez a mai, de természetesen hát az időjárás jelentéseket nézve még erősödhet is egy picit a szél, és akkor rövidebb az idő. Mivel tölthetik a hajósok az év hátra lévő óráit, ha vízre vagy partra szálltak? Ezek után, hogyha átfagytak, akkor fölmelegedhetnek a Balaton első vízre épített élményszaunájában, akár korcsolyázhatnak egyet, este pedig egy óriási szilveszteri bulival fogjuk az étteremben búcsúztatni az óévet. Mondjuk a jubileumi verseny kapcsán lesz-e valami extra díj, vagy gondoltak-e valamire? A legelső versenyen a nevezési díjak egy részét a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának ajánlottuk föl, akik egyébként az elmúlt 10 évben minden versenyünket biztosítanak, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez egy szép gesztus lenne, hogyha a 10. jubileumi versenynek a nevezési díjaiból is nekik ajánlanánk föl, a Rupert nevű mentőhajók felújítási alapjába fog kerülni ez az összeg. Az új évvel új változások léptek életbe. A kormány még decemberben jelentette be, hogy 2023. januárjától a minimálbér 16%-kal, a garantált bérminimum 14%-kal nő. Eszerint a minimálbér 232 ezer, a garantált bérminimum 296 ezer forint. Az intézkedés több mint 1 millió embert érint. A minimálbérrel együtt emelkedik számos szociális ellátás összege is, többek között a GYED, amelynek maximális összege bruttó 324 ezer forintra nő januártól. A kormány döntött arról is, hogy tovább bővíti a családi adórendszert, és nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak. A kormány számításai szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya élhet majd.
Január 1-ével megtörténik a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között a járvány alatt létrejött béremelési megállapodás utolsó lépése is. Az orvosoknak januártól további 11%-kal emelkedik a bére. Ezzel egy kezdő orvos keresete 619 ezer forintról 687 ezer forintra nő. Egy pályája közepén járó 21-25 év gyakorlattal rendelkező orvosnak a bére 1,5 millió forintról 1 millió 650 ezer forintra emelkedik. Az orvos béremelés stabilizálni tudta az orvosi létszámot a kórházakban, ugyanakkor a megfelelő szakápolói létszám érdekében további béremelésekről döntött a kormány, mondta az MTI-nek Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, az újabb ápolói béremelésre két lépcsőben kerül sor, első ütemben 2023. július 1-ével, második ütemben 2024. március 1-ével. Megszűntek a szépkártya alszámlák. A Magyar Közlönyben a napokban jelent meg az erről szóló rendelet. Eszerint január 1-től összevonják a korábbi szálláshely vendéglátás és szabadidő zsebeket, így összeadódnak az azokban feltöltött összegek, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A módosítás mintegy 2,5 millió kártya felhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan. Az MTÜ közleménye szerint a szép kártya tulajdonosok és az elfogadó helyek számára egyaránt könnyítést jelent a módosítás, kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a fizetést, ami további turisztikai szolgáltatások igénybevételére ösztönözheti a kártya birtokosokat, miközben a szolgáltatók adminisztrációs terhei is csökkennek. Alapvetően a szállodáknál ugye eddig is jellemzően mindegyik fülből lehetett fizetni, viszont azt gondolom, hogy ezáltal a szép kártya népszerűsége ugye általánosságban fog nagyon sokat fejlődni, és ugye növekvő szép kártya költésekből szükségszerűen több fog a szállodákra is jutni, úgyhogy mi nagyon bizakodóak vagyunk. Évről évre azt figyeljük meg, hogy folyamatosan növekszik a szép kártyával történő fizetés, hogy azzal számolunk, hogy az érdemben fog növekedni. A 2023. január 1-től érvényes országos éves autópálya matricáért személygépkocsik esetében 49.190 forintot kell fizetni, mintegy 5%-kal többet a 2022-es 46.850 forintnál. A 2023-as éves megyei matricák ára pedig 5.720 forintra módosult a tavalyi 5.450 forintról. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT oldalán közzétett díjtáblázat szerint a személygépkocsik esetében a havi matrica ára 8.900 forintra emelkedett, a tavalyi 5.210 forint után. A 10 napig érvényes matrica pedig 3.820 forintról 5.500 forintra drágult. Az éves országos és megyei matricák a díjköteles gyorsforgalmi úthálózaton az év első napjától, illetve a tárgyévben a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én évfélig használhatók. A somogyi tűzoltók minden évben összegyűjtik és közreadják a valamilyen szempontból érdekes, különleges vagy legnek számító eseteket. A 2022-es összefoglalójukban volt tragikus tűzeset, legnagyobb leégett épület, és tavaly volt olyan májusi éjszaka is, amikor 212 segélykérést rögzítettek a katasztrófavédelem munkatársai. A felsorolásban természetesen helyet kaptak megható pillanatok is. A legtragikusabb tűzeset 2022. januárjában a Kisbárapátiban, majd 5 nappal később a Görgetegen lévő családi ház tűz volt. Mindkét épületben tartózkodott személy, életüket azonban már nem lehetett megmenteni. A múlt évben azonban másmilyen legek is születtek. Még szintén januárban került be a legnagyobb leégett épület is a legek közé. Hatalmas lángokkal égett egy műhelycsarnok január utolsó hétvégén Kaposváron a Raktár utcában. A tüzet egy arra járó vonat mozdonyvezetője észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. A csaknem 600 négyzetméteres épületből a kaposvári hivatásos tűzoltók több gázpalackot is kihoztak, illetve később az oltási tevékenységhez csatlakoztak a kötélyegyesület önkéntesei, valamint a dombóvári hivatásos tűzoltók is. A tüzet több vízsugárral, több óra leforgása alatt sikerült a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával eloltani. Két acetilén palackot hőhatás is ért, ezt mesterlövész hatást tanította.
2022-ben legek születtek és dőltek meg a segélyhívások tekintetében is egyetlen éjszaka alatt. 212 segélykérő hívás érkezett május 25-én a Megyei Műveletirányítási Központba. Ez éjszaka a Barcs-Nagyatád-Kaposvár vonalon végigvonuló vihar, amely zivatarral, nagy széllel és jéggel járt, letarolta a fákat. Kaposvárról érkezett a legtöbb hívás, de Mikére, Segestre, Jákóra is várták a tűzoltókat, ahol a jég megrongálta a házak tetejét. A következő napokban a kaposvári hivatásos tűzoltók, a böhönyei és a nagybolyomi önkéntes tűzoltók, valamint helyi ácsok házról házra jártak, és eltávolították a sérült cserép és palafedést, illetve közreműködtek a tetők fóliázásába is. Egy eltűnt férfi keresésében is kérték a Kötélegyesület, illetve a kaposvári hivatásos tűzoltók segítségét augusztus 11-én délután. Az egységek a rendőrséggel és a polgárőrökkel közösen átvizsgálták az eltűnés helyét, illetve a környező erdős bokros területet. Kvadot és dront is bevetettek a kutatás során, és pár órán belül sikerült is megtalálni a sérültet, akit kosárhordát segítségével felhoztak a szakadékból, és kvaddal szállítottak a közelben várakozó mentőautóhoz. A mentők ezután a sérültet kórházba szállították. Az évvégi összegzésben szerencsére azért több volt a pozitív kimenetelőleg. Ez az Őszbak is szerencsés volt, aki Siófokon az Ezüstpart egyik építési területén szorult a kerítésbe. A helyszínre érkező tűzoltók kiszabadították, biztonságos helyre szállították, majd szabadon engedték. Ugyan gazdát cserélt, de továbbra is Somogyban maradt az ország legerősebb tűzoltói elismerés is, miután ifja Bodó László bizonyult a legjobbnak a júniusi megmérettetésen. Koncertekkel és fényfestéssel várták az új év búcsúztatókat Kaposváron a Kossuth téren. Idén első alkalommal tűzijáték helyett az Origo fényfestőműhely vetített grafikákat a tér épületeire, így a hotel, a Székesegyház és a Városháza is új köntösbe öltözött a szilveszteri buli idejére. A közönséget már 21 órától a Tanner Retro Band szórakoztatta, majd Ati Bandi nyomta a mixeket, este 10:30-től pedig Gangsta Zoliék adtak koncertet. Közel 40-en merészkedtek a hideg Balatonba vasárnap délután Balatonszemesen. Az újévi csobbanást harmadik alkalommal szervezték meg a helyiek, hogy ezzel a rendhagyó programmal köszöntsék az új esztendőt. Igazi kiránduló idő várta a fürdőzőket, ám a tóvize csak pár fokos volt. Amíg a parton sokan a meleg italokat választották, a legbátrabbak már a rajt előtt a 3-4 fokos vízbe merészkedtek. Balatonszemesen immár harmadik alkalommal köszöntötték csóbbanással az új évet. Nem éppen verseny, eddig nem versenyként hirdettük, hanem nyilván mindenki befutott, bementünk együtt, megszólalt egy csípszó vagy egy duda, és az volt a cél, hogy egyszer lemáltozzunk, jöjjünk ki, utána mindenki várt a kis terített asztal, forralt borral, teával, zsíros kenyérrel, süteménnyel, családias hangulat, ennyi, erről szól itt minden. A rajt előtt szinte megtelt a strand területe Balatonszemesen, felnőttek és gyerekek egyaránt szerettek volna megmártózni. Egyelőre se, hogy nem készültünk, mert mi tegnap vagy ma tudtuk meg, hogy lesz ilyen. 40-en merészkedtek a hideg vízbe. Akadt olyan csobbanó, aki a napi mozgásába illesztette be az újévi fürdőzést. Andorka Miklós Balatonföldváról futva érkezett Szemesre. Alapvetően nem a sport a lényeg, hanem az, hogy minden nap mozogjak valamit, nem sportosabb, mint a többi. De ha már van egy ilyen a közelbe, akkor miért is ne? Nem csak helyiek és környékbeliek, de sokan messzebbről látogattak el az eseményre. Maga az élmény, az, hogy így együtt voltunk, meg így a testi érzés, egy ilyen leküzdöd a saját kis kihívásaidat, meg így önmagadat. Pár nem versenyzésről szólt a csobbanás, a helyiek egy strandlabdával biztatták az indulókat, aki elsőként megszerezte a játékot, ajándékban részesült. Amikor bementem, nagyon-nagyon ideg volt, de a startnál annyira lefröcsköltek, hogy onnan már mindegy volt, úgyhogy onnantól már belevetettem magamat, és akkor gondoltam, hogy akkor megyek, és volt bennem annyi, hogy elhozzam. A csobbanás előtt és után nem csak meleg italokkal várták a résztvevőket, hanem szaunában is felfrissülhettek. A Balatonszemesi újévi programra több százan látogattak el.
Óév búcsúztatás, vitorlás versennyel zárták az évet Balatonlellén. Legek, tűzesetek, mentések adtak munkát a tűzoltóknak 2022-ben is. Csobbanás, újévi fürdőzésre várták a bátrakat Balatonszemesen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva is. Híradóval holnap is várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!